Ceux qui ne partent pas ont du mal à l'admettre, mais ne leur en déplaise, du premier jusqu'au 13, nous avons notre place à ton bord, Titanas. Oh, Titanas, oh, Titanas, as-tu choisi le ciel, c'est pas tout, c'est chouette. Gergely Robertet szerintem most 30 sok éve ismerem, főiskolás lányként. Amikor felhívott, akkor először mondtam, hogy Robi, annyira szeretlek, de nekem biztos, hogy nincs most szabad időm erre. Aztán mondta, hogy azért nézd már meg, és kettőzve lesz a szerep, ugye a Jenny nevű énekesnő. És akkor YouTube-on utána néztem, utána nézettem, és egy végtelenül izgalmas szerep az enyém. Valóban visítva fér bele az életembe, de aztán így, hogy Fábián Anidával közösen felváltva játszok, így mondtam a Robinak, hogy oké, akkor üljünk le és beszéljünk róla. A fiatalokat kevésbé ismerem, bevallom. Kökényesi Ágival azt gondolom, hogy talán barátságot is ápolunk, úgyhogy örülök, hogy egy darabban játszunk. A Fábián Anitával is jobban vagyunk, Alocsai Zsuzsival is, de több éve nem dolgoztunk együtt. És jó ilyenkor új emberek, új impulzusok, tehát abban hiszek, hogy ez a fejlődéshez elengedhetetlen. Több felé játszom, egyrészt a Madách Színházban, ott is a Mamma Mia, Mary Poppins, Bepasisztunk, Poligami, a Turaida Színházban is Hello Dollét, Férfiak a fejükre estek, a Bánfalvi Stúdióban ott a Kaktuszvirágát, tehát sok felé valamennyit szinkronizálok, és plusz dívás formációk. Új bemutatóm is lesz a Pánika fedélzeten kívül a Turaida Színházban egy ősszel, és aztán egy februárban. És aztán azt tervezem, hogy a meglévő darabokat játszom is, és egy pici szünetet szeretnék magamnak jövő nyáron. Ez volt az első gondolatom, hogy nagyon örülök, hogy dolgozhatom vele. A darabot még nem ismertem, Robi rögtön természetesen átküldött nekem részleteket a francia előadásból egy-két számot, hogy úgy nézzük meg, hogy egyáltalán való-e az én hangfekvésemhez vagy sem, és hogy ezt ő majd meg akarja hallgatni, és hogy jó lenne nekem. Tehát nagyon minél hamarabb találkozni a korrepetitorunkkal, és akkor találkoztunk, kipróbáltuk, és úgy látszott, hogy működik, hát remélem így is lesz. És hát ezt is nagyon profin csinálta. Nagyon örülök, hogy ezekkel a kollégákkal dolgozhatom. Hát először is Enikővel dolgoztunk nagyon sokat, 27 évig voltam a Macskákban, ő is, és hát partnerek voltunk, különben is más darabokban is sokat játszottunk együtt, a Lipai Lacit ugyanígy, a Madácsos volt ő is, és sokat dolgoztunk együtt. Kalocsai Zsuzsival együtt végeztünk a főiskolán, ő operett szakon, én prózain. Hát a Zsuzsit nagyon kedvelem, dolgoztunk már együtt, de nem színpadon, hanem televízióban. De hát a főiskolán is nagyon jóban voltunk, és most is, hála Istennek. A fiatalokat nem ismerem, a fiatalokkal most találkoztam először, de nagyon ígéretesnek tűnnek, és nagyon örülök, hogy dolgozhatunk együtt. Mi a Robival tulajdonképpen már gyerekkorunk óta ismerjük egymást, együtt nőttünk fel az Operett Színházban, de játszani soha nem tudtunk együtt játszani. Ugye musicales volt, én operettes, és akkoriban ezek nagyon mereven ragaszkodott mindenki a saját fakjához, és eljött az a pont, amikor összetalálkoztunk mi a Régi Nyár című operettben, ahol a fiatalkori szerelmemet játssza Robi, és annyira jó volt az együtt töltött idő meg a próba folyamat, hogy nem is tudom, bennem is felmerült, de én nem mertem volna mondani. A Robi mondta, hogy te Zsuzsi, nem lenne kedved esetleg nálam a Gergely Teáterben játszani valamit? Nem kellett meggondolnom, habozás nélkül vágtam azt, hogy tehogy nem, persze. És aztán összetalálkoztunk egy esztrád műsorban, a Kár itt minden dumáértban dolgoztunk együtt, és meg kell, hogy mondjam, hogy engem lenyűgöz a Robinak a munkamorálja, a professzionalizmusa, hogy ő nem egy hakni színházat csinál. Elmentem ezek után ugye megnézni neki a Paprikás Csirke című előadását, és mondtam, hogy hát Robi, ez
nem tájszínház, ez kőszínházi színvonal. És ezek után meg pláne azt mondtam már a Kárit minden dumáértra, hogy boldogan jövök. És aztán, amikor ezt a pánika fedélzetet felhozta nekem, mondta, hogy átküldi nekem a nótákat, és mondta, nem kell, éljövök, de én ezt átküldöm. És most, hogy ugye elolvastuk a szövegkönyvet, és szembesültem a szereppel, hát áldom az eszemet, hogy így tettem. Az pedig egy külön öröm számomra, hogy olyan kollégákkal dolgozhatok majd együtt, akikkel szinte a főiskola óta, hát még ha szőrmentén találkoztunk is, de együtt dolgozni nem volt alkalmunk, például Kőkényesi Ágival, akivel együtt jártunk főiskolára, együtt végeztünk, vagy az Encivel, a Détáranikővel. És örülök, hogy új kollégákat és új arcokat is megismerhetek, mint például a Pesák Ádám, aki a gyerekemet fogja játszani. Hát most nagyon sok pasi nevet kellem megjegyezni, mert rengeteg az új tehetség. Amikor csak tehetem, én kimozdulok a városból, lemegyek a Balatonra, imádom a vizet, imádom a levegőt, a madárcsicsergést, hogy nem a trolibuszt kell hallgatnom, hanem a madarakat kora reggel. Talán az idén külföldi nyaralásom nem lesz, de bőségesen kárpótol érte a Balaton csodálatos víz, ami ezt fogható szerintem a világon nincs. Aztán lassan-lassan elkezdődik az évad. Az Operettszínházzal is van egy pár lekötött előadásunk a nyáron. Például Gergely Róberttel is fogunk együtt játszani Baján is, régi nyarat. Most már egy tájelőadást lejátszottunk, nagyon nagy sikerrel. Még mágnás miskázom Fertő Rákoson, énekelgetek, ahova hívnak, aztán elkezdődik az új évad, amiben természetesen a színházi feladataim mellett ott van ez a két előadás, ami a Robinál fut. És hát vár új feladat, ha minden igaz, akkor a Dorian Gray-be, mint musicalbe, mint operettista fogok szerepelni. Tehát csak ennyit arról, hogy az operett és a musical között igenis kezdenek elmosódni a határok, és egybeolvadni a kettő. Robit még Pécsről ismerem, kölyök koromban ismertem meg, és dolgoztunk is együtt Pécsett egy operettben mi játszottunk, de már nem jut eszembe az operett neve, mert már annyira rég volt, szóval Pécsről ismerjük egymást, aztán én elhívtam őt a játékszínben, hogy nézze meg a Hatalom pizsamában, az nagyon tetszett neki, és akkor rámosztotta a Goodbye Charlie címszerepét, aminek rettenetesen örültem, és még mindig örülök. Szóval az első munkánk, a közös munkánk a Robival a Goodbye Charlie volt, és aztán most ez a második munkánk ezzel a nagyszerű kis csapattal. Nagyon örülök most ennek, hogy egy kicsit visszatérek így a zenés műfajhoz. Ugye Pécsett voltam színésznő 9 évig, akkor ott azért a sok prózai előadás mellett nagyon sok musicalt és operettet játszottam. Akkor ugye Madách Színházban csináltam a Macskákat 6 évig, de azóta volt egy nagy zenés szünet, és inkább a próza meg a vígjáték talált meg most pár évvel ezelőtt. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy most egy kicsit megint énekelhetek. Nagyon. Amikor először került szóba, hogy a Pánika fedélzeten című darabot szeretné a Robi majd megrendezni, akkor én nagyon megörültem, mert már láttam az eredeti francia darabból részleteket, és láttam, hogy mennyire modern, újszerű, nagyon jó mondani valóval, rengeteg humorral. Azt kell mondanom, hogy mégis azokhoz a feladatokhoz képest, előadásokhoz képest, ami eddig a Gergely Teáterben volt, ez egy következő lépcsőfok minden tekintetben. Mi is fejlődünk, és igyekszünk egyre többet adni a közönségnek is, úgyhogy nagyon örültem, hogy erre az előadásra, erre a darabra került a választás. A Gergely Teáternek mindig nagyon fontos, hogy az előadások nem csak tényleg színvonalasak legyenek, de a nézők számára azért is kedvesek lehetnek, mert mindig találkoznak olyan kedvencekkel, akiknek nagyon-nagyon örülnek. Ont du mal à l'admettre, mais ne leur en déplaise, du premier jusqu'au 13, nous avons notre place à ton bord.